Kedves vendégeink, az Egyetemi Könyvtár nevében, valamint a Tudásközpont épületében lévő többi könyvtár nevében is nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket mai rendezvényünkön, amely rendezvény a Teleki József nevét viselő előadássorozathoz kötődik. Nagyon sok szeretettel köszöntöm ezen rendezvény főmentorát, Komlósi László rektorhelyettes urat, aki egyébként a könyvtárat felügyeli szakmai szempontból. Ma is, igen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Teleki család itt megjelent képviselőit, hisz az a kiállítás, amit itt majd be fogunk mutatni Önöknek, elsősorban róluk, a Teleki családról szól. Nagyon sok szeretettel köszöntöm egyetemünk professzorait, előadóit, köszöntöm a könyvtáros kollégáimat, akiket látom, hogy szép számban megjelentek, és köszöntök minden kedves vendéget, aki ezen rendezvény sorozat alkalmából megtisztelt bennünket a jelenlétükkel. Nekem az a feladat jutott, hogy egyrészt jelezzem azt, hogy ez a mai napi rendezvény az egyetem által elindított előadás sorozat. Ez az előadás sorozat látszólag nagyívűnek tekinthető, hisz az a célunk ezzel, hogy egyébként az európai felsőoktatási térségbe nagyon sok szállal kötődő Pécsi Tudományegyetemnek a hazai és nemzetközi rangját tovább növelje. Elsősorban azzal, hogy külföldi témát választunk, vagy hazait, de olyan témát, amelynek vannak külföldi vonatkozásai. Így esett a választás erre a rendezvényre, amely elsősorban a telekiekhez, a teleki családhoz kötődik, ahhoz a gazdag családhoz, amelynek egyébként majd először javasolom a családfáját tekintsék meg, hisz külön technikai problémát jelentett a családfának a kinyomtatása, hisz olyan számosan vannak, végül is a család segítségével sikerült egyébként ezt megoldanunk. Ez tehát az egyik feladat, amit én megkaptam. 9:30 fog kezdődni, 9:30 az az előadás szimpózium, ahol a híres telekiekről természetesen csak néhányat tudtunk kiválogatni, előadásokat fognak hallani egyetemünk oktatói, illetve ha tudomásom szerint egy doktorandusz hallgatónk is van, tehát az egyetemhez kötődő előadók jó voltából. A másik feladatom a kiállításnak a megnyitása, amely két részből áll. Ezen az oldalon az Egyetemi Könyvtár munkatársai által készített kiállítást láthatják. Hogy nehogy elfelejtsem, már most bemutatom két kollégámat, a Történeti Gyűjtemények osztályának munkatársait, Csóka Jaksa Helgát, illetve Szeberényi Gábort. Mind a ketten történelem szakos könyvtáros munkatársaink, akiknek szakmai tudása által jött létre ez a kiállítás. Önök mögött hátul olyan paravánokat láthatnak, amely paravánokat a Pécsi Tudomány Egyetem gyakorlóiskoláinak, három gyakorlóiskolánk van, diákjai készítették. Ez külön izgalmas paravánsorozat, felhívom a figyelmet majd erre, és 13 órakor mind a gyermekek, tehát a tanulók, mind pedig egyik tanáruk, megkértem az egyik tanárnőt, hogy pedagógiai szempontból beszéljen arról, hogy a Teleki család történetét a gyerekeink, a diákjaink hogyan dolgozták föl. Most tehát röviden a kiállításról szólnék, erről a néhány vitrinről, illetve a mögöttem álló két paraváról, amely a Teleki család történetének 17. századtól gyakorlatilag a 20. századig ívelő történetét dolgozza fel. Kollégáim azt jelezték nekem, hogy emeljem ki, hogy ez nem egy klasszikus családtörténeti kiállítás, mert ehhez sokkal nagyobb technikai infrastruktúrára és egyéb szakmai felkészültségre lett volna szükségünk, hanem ez egy válogatás. Olyan szempontból válogattuk ki a család híres személyiségeit, hogy azt mondtuk, hogy ők a literátus ág, tehát azok a telekiek, akiknek valamilyen szempontból irodalmi, tudományos, művészeti, tudomány és irodalom pártoló, mecenási tevékenységük van.
Valóban olyan számosan vannak, hogy csak fókuszálni tudtunk néhány híres személyiségre. Középpontban a már többször említett Teleki József áll. Nem csak azért, mert az ő teljesítménye, tudnélik a Magyar Tudományos Akadémia elődjének megteremtése óriási mecénási tevékenység volt a család részéről, hanem azért is, mert mi az egyetemi könyvtár dolgozói és a Pécsi Tudomány Egyetem nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a mi egyetemi könyvtárunk alapja őse is egy ilyen mecénási tevékenységnek, Klímó György pécsi püspöknek az eredményeként jött létre. Itt ajánlom szíves figyelmükbe, ez itt a reklám helye, ha van idejük, akkor tekintsék meg a Szepesi utcában lévő gyönyörűen felújított, restaurált Klímó könyvtárunkat. Tehát először Telekiről szólnék, és hívom fel a figyelmet arra, hogy nézzék meg az őróla szóló tárlatot, hisz ő az, ugye, aki magángyűjteményét és a család által gyűjtött kollekciót, könyvgyűjteményt felajánlotta az éppen akkor felállított Magyar Tudományos Akadémia előtt intézményének, és teremtette meg ezzel az ország egyik leggazdagabb állománnyal rendelkező könyvtárának az alapjait. A további Teleki hírességek közül Teleki Sámuelről láthatnak néhány könyvet. Egyébként meg kell azt is jeleznem, hogy azokat a könyveket és folyóiratokat, az inkább kevesebbet, de inkább folyóiratokat válogattunk, amelyek a mi kollekciónkban, tehát a Pécsi Egyetemi Könyvtár kollekciójában találhatók. Nagyobb részt a telekiek által írt munkák, kisebb részben az őróluk írt munkák. Teleki Sámuel, a Marosvásárhelyi TK-nak a megalapítója. Nagyon sok szeretettel köszöntjük az újonnan megnyílt TK-nak a vezetőjét. Neki mondtam, hogy nagy fájdalomra, amikor mi az egyetemi könyvtárral delegációban Marosvásárhelyen voltunk, sajnos nem tudtuk megnézni, de bizonyára gyönyörű a téka. És nyilván ez is a Teleki családnak a nagyszerűségét jelzi. A következő személyiség, akiről láthatnak kiállítást, Teleki Sámuel, akinek nem csak a téka megalapítását, illetve a gyűjtemény feltárását köszönhetjük, hanem a családdal valamilyen módon szegről végről rokonságban lévő Janus Pannoniusnak az első kritikai kiadása is itt található, és erre mi külön büszkék vagyunk, ugye, mert mi pécsiek Janus Pannonius révén különösen közelinek érezzük magunkat a reneszánsz költőt. Teleki Domokos történész, Teleki Samu a világutazó felfedező, majd Teleki Blanka a híres nőnevelő, tevékenységéről néhány dokumentum, és Teleki Pál a 20. század történésze, földrajztudósa és miniszterelnöke, akinek a személyisége nagyon megérintette diákjainkat. Nem akarom idő előtt lelőni a tanárnőnek, Dombi Margitnak a bemutató gondolatait, mert ezt különösen izgalmasnak tartjuk, hogy a 21. század 14 éves diákjai hogyan viszonyulnak egy ilyen ellentmondásos, de mégis szerethető személyiséghez, meg ez derül ki az ő feldolgozásukból, Teleki Pál szerethető személyiség. Végezetül hadd említsem meg, bár a tárlóban nincs rá példa, hogy van még egy Teleki, akinek pécsi, pontosabban villányi kötődése van, hisz Teleki Zsigmond az, akinek a fajta nemesítő tevékenysége, tehát szőlészeti, borászati tevékenysége olyannyira fontos volt, hogy a 20. században is a villány, illetve majd később a balatonboglári borkombinátnak a szőlőtelepítései ezen munka alapján kötődnek. Tisztelt vendégeink, nagyon röviden ennyit szerettem volna ízelítőként és kedvcsinálóként önöknek elmondani erről a kiállításról. Én igyekeztem tartani az időt, negyed órát kaptam, picit, egy perc. A hátralévő 15 perc alkalmas arra, hogy tekintsék meg a kiállítást, és majd ezek után kérem, fáradjanak a konferencia teremben, ahol kezdetét veszi a szimpózium. Köszönöm szépen a figyelmet!